Sziasztok, Sajt Zsolt vagyok, tech2.hu-t nézitek, a 2014-es IFA-ról Berlinből. Képen pedig az LG-nek a Kizon óráját, telefonóráját láthatjátok a gyerekek számára. A terméknek igazából két funkciója van, egyik a telefonhívás, indítás és fogadás, illetve a GPS nyomonkövetés. Ha megnézzük az órát, akkor az elején találunk egy nagy telefongombot, ehhez két telefonszámot társíthatunk. Ha megnyomjuk egyszer a gombot, akkor el is kezd tárcsázni az első számot, viszont ha az első szám nem elérhető, akkor automatikusan a második számot kezdi tárcsázni a rendszer. Ha megnézzük, találhatók rajta kis kocsik, hogy a gyerekeknek jól tetszen, találtunk rajta felül egy hangszórót, így tudunk majd vele kihangosítva telefonálni, természetesen található itt rajta alul egy mikrofon is. Oldalról megnézzük, van rajta egy micro USB csatlakozó, ezen keresztül tudjuk majd tölteni az eszközt, illetve van nekünk egy micro SIM kártya foglalatunk is, természetesen a hívások indításához és fogadásához. A termékhez tartozik egy alkalmazás, amit itt most egy LG G3-on meg is fogok tudni nektek mutatni. Nagyon egyszerű alkalmazásról beszélünk, felül láthatunk egy nagy térképet, ahol láthatjuk az óra birtokosának a helyzetét, illetve a sajátunkat. Van nekünk egy call buttonünk, így fel tudjuk hívni a gyerekünket például, és itt most el is kezdett kicsörögni látható módon ez a készülék, amit itt egy hangjelzés mellett egy világító, a gomb körül világító LED-en is jelez nekünk. Most letartozzuk a hívást és megnézzük a többi funkcióját. Akkor van nekünk egy search, ahol meghatározza a óra tulajdonosának a helyzetét, illetve van egy nyomonkövetési funkció, ahol pedig címről címre nézhetjük meg, hogy merre járt a gyerekünk. Belnézzünk a beállításokba, be tudunk állítani olyan helyeket, amit a gyerekünk sűrűn látogatott, mondjuk ennek nem tudom most hirtelen, hogy mi lehet a funkciója. Vannak location reminderek, például beállíthatjuk, hogy a gyerekünk hazai érkezik, akkor jelezzen nekünk a készülék, illetve különböző beállításokat tudunk itt beállítani az órán, legyen-e csörgés hang, illetve milyen kontaktok hívhatják ezt a telefont, hangerő, különböző telefonszámokat itt adhatjuk hozzá, ki tudjuk kapcsolni távolról, illetve egy nyelvi beállításunk van még itt nekünk. Ha megnézzük majd itt a vitrin mögött, akkor különböző kiegészítőket is ajánl az LG ehhez az órához, amit itt láthattok. Van nekünk itt egy ilyen, hát mind a kettő van még robotos Transformers-szerű verzió, így a gyerekek még jobban, még szívesebben fogják viselni az eszközt. A termék még jelenleg még nem elérhető, ezért ára csak tudtak nekem pontosan mondani, de hónapokon belül megjelenhet az európai piacon. Ez lett volna tehát az LG-nek a Kizon gyerekeknek szánt óratelefonja, innen a 2014-es IFA-ról. Sajt Zsolt voltam, te kettőt néztétek, sziasztok!